Köszöntöm a nézőket, közelednek az önkormányzati választások, és ez lesz az első olyan 5 éves ciklus, ami lezárul. A Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás elnökével Pintér Szilárddal beszélgetünk, és Potápi Árpád János államtitkárral, a térség országgyűlési képviselőjével köszöntöm önöket. Tehát tulajdonképpen hogy lehetne összegezni ezt az elmúlt 5 évet ennek a 16, de tulajdonképpen 15 településből álló társulásnak az elmúlt 5 évét. Hát én azzal szeretném kezdeni a beszélgetést, hogy ez a társulás a 14-es választások után egy kényszerhelyzet mentén alakult, és a 15 vidéki település hozta létre Dombóvár város közreműködése nélkül. Tehát a kezdeti baklövéseinket és hibáinkat igyekeztünk nagyon hamar kinőni, hiszen ott álltak előttünk a feladatok. Ezzel párhuzamosan még nagy feladat volt a családsegítő szolgálatnak az ellátása, illetve a házi segítségnyújtásé. Létre kellett hoznunk még egy ilyen ellátó intézményt is, szintén ennek a 15 településnek. Azt gondolom, hogy megléptük, amit elvártunk magunktól. 15 évben sikerült a munkaszervezetet oly mértékben rendbe tennünk és megerősíteni, hogy humán oldalra már nem voltak problémáink. Vártuk már a topos pályázati kiírásokat, illetve ezzel párhuzamosan megjelentek a LIDER pályázatok, és a Dombóvár és a Bonyhádi járásnak is a LIDER szervezete szintén ugyanebben a szervezetben integrálódott vele, és itt dolgozunk ma 6 fővel. Szerintem az a cél, amit kitűztünk magunk elé, 15-ben is létrehoztuk ezt a társulást, megvalósult, ezt tényekkel is tudom alátámasztani, hiszen azok a pályázatok, amelyek nálunk íródtak, nagyon nagy százalékban nyertek, önkormányzatoknak ez nem került az elején kiadásba, hiszen sikerdíjas pályázatokat írtunk. Ugyanezt el tudnám mondani a civil szervezetekre is, és nyilván ez a civil szervezet szféra számunkra oly fontos, és szeretném kiemelni, és ezt nagyon jól tudják a dombóvári civilek is, hogy az a zárszabás, amit használunk az alapítókra, ez rájuk is vonatkozik, és részükre is mi készítjük a pályázatokat. Mennyire jellemző, hogy települések így fognak össze? Hát a járások megalakulása előtt kistérségi társulások működtek. A járások alapvetően közigazgatási egységekként jöttek létre, és állami feladatokkal vannak felruházva. Elvileg a kistérségekre egy-két szerepkörtől eltekintve nem is lett volna szükség, viszont azt látjuk, hogy az ország nagy részén megmaradtak továbbra is ezek a társulások. Egyrészt bírnak valós tevékenységgel, illetve olyan céllal, ami miatt meg is maradtak. Másrészt újabb feladatokat vállaltak át, például területfejlesztés, vidékfejlesztés, akár a topos pályázatokat nézzük, akár a LIDER feladatokat nézzük. De ami miatt én szerintem sokkal fontosabb, hogy léteznek, és én emiatt is javasoltam egyébként a Kaposmentinek is, meg a Bonyhádi vagy Völgységi Kistérségi Társulásnak, hogy maradjon meg, az, hogy itt a polgármesterek, ha nem is napi, de legalább két heti havi kapcsolatban vannak egymással, látják egymás településeinek a feladatait, céljait, problémáit, fejlődését, sikereit, és egymástól sok mindent tudnak tanulni, átvenni, közösen tudnak célokat megfogalmazni, közös pályázatokat tudnak benyújtani, és az sem utolsó szempont, hogy a településvezetők egyébként szinte baráti kapcsolatban vannak egymással. Ezért is örültem annak, hogy a Kaposmenti kistérség tényleg nagyon jól működött az elmúlt 5 évben. A kistérségnek az ülésein, szinte mindannyi ülésen próbáltam ott lenni, illetve ott is voltam. Ha nem is az összesen, de szerintem 90%-ában biztos, hogy ott voltam. Annak érdekében, hogy egyrészt a körzetem számomra ismeretlenebb településeit, vezetőit és lakosságát minél jobban tudjam megismerni. Ez számomra egy nagyon jó, nem is lecke, de egy nagyon jó ismerkedési lehetőség volt, és az, hogy a polgármestereken keresztül, a vezetőkön keresztül, a személyes kapcsolatokon keresztül az elmúlt 4-5 évben tudtam a településeknek is segíteni. Tehát azon túl, hogy egyébként egyfajta húzóerő is egy ilyen társulás,
olcsóbbá is teszi az egyes önkormányzatoknak a működést, tehát a kiadásokon is tudnak spórolni? Hát mindenféleképpen tudnak rajta spórolni, hiszen azok a pályázatírók és projektmenedzserek, akik nálunk dolgoznak, azok egy-egy település költségvetésében nem igazán férnének bele. Tehát 15 települést 6 emberrel azt gondolom, hogy el tudunk látni. Vannak hullámok, amikor egy picit túl bele kell, hogy férjen, de nyilván azt gondolom, hogy ez a ritka számon, hiszen a pályázat beadási időszakban van egy keményebb időszak, nyilván addig, amíg ezek a bírálatok meg nem születnek, addig az elmaradt feladatokat rendbe tudjuk tenni, és utána nyilván várjuk, hogy kiválasztanak minket a települések projektmenedzsernek. Ezen túl menően én még azt szeretném, hogy elmondani a Kaposmenti Társulás mentés és menet közben gondolkodtam, hogy mi is volt az a cél, amit nem fogalmaztunk meg, és mégis sikerült. 15-16-as éves gazdálkodásunk után felmerült a kérdés, hogy csináljunk-e Kaposmenti újságot, vagy ne csináljunk. Azt gondolom, nem húztuk sokáig az időt, és ezt az újságot összehoztuk. Ma Dombvári járás mind a 16 településén megjelenik, és büszke vagyok arra, hogy 8500 dombvári háztartásba is eljut. Mindazok ellenére, hogy Dombvár nem tagja ennek a társulásnak, ugyanúgy a dombvári híreket és jó híreket is beletesszük ebbe az újságba. Nagyon örültek az emberek ennek az újság megjelenésének, ez egy havilap, mindenről beszámol, ami abban az időszakban történt, illetve elővetít olyan eseményeket, amelyre azt gondoljuk, hogy érdeklésre tart. Tehát tulajdonképpen az embereket is próbálják egy kicsit összehozni a térségben élő embereket ezzel? Igen, azt gondolom, ezzel próbáltunk hitet építeni Dombvár felé. A pozitív visszacsatolások megerősítettek abban, hogy érdemes volt elkezdeni, és örülnek neki, hogy a kezükbe jutott egy ilyen lap. Ebben politikai célú, irányú cikkek nem jelentek meg, csak közélet, sportra kiemeltet, és nyakortak azt mondom, ami nagyon fontos, minden hónap egy oldalt áldozunk egy olyan emberre, akire büszke lehet a kistérség. Egyetlen szegmens nézzünk még meg a szociális kiadásokat, hiszen erre létrehoztak közösen egy intézményt is. A segítőkéz, a szolgáltató. Így van. Ez az intézményt ugye szintén készen szülte, de 15-ös próba évünk után, 16-ot követően eljutottunk arra a szintre, hogy racionális gazdálkodással a feladatra kapott normatívával ezt el tudjuk látni. Ez egy örömteli fordulat volt a tagunkörnyezetek részére, hiszen a saját forrásaikat nem kellett a szociális feladatokra felhasználni. Ez az állapot ez kitart gyakorlatilag most már 3 éve, és azt gondolom, hogy az idejében is végig tudjuk vinni úgy az évet, hogy saját költségvetésükből szociális feladatra nem kell költeni. A településeknek mennyire volt lehetőségük fejlődni, különböző fejlesztéseket véghez vinni, ugye itt most a térség szempontjából, de hát ebben a kormányzatnak is nyilván szerepe van, tehát tulajdonképpen most én kettős minőségbe kérdezem. Hát azt hiszem, hogyha megnézzük a településeket, és minden településen végigmegyünk, akkor mindenhol találunk olyan beruházásokat, amelyek az elmúlt években, az elmúlt 4-5 évben valósultak meg, és amelyben igenis benne volt a kormánynak a segítő szándéka, illetve segítsége. Mondhatunk több területen ilyeneket, akár az intézményeknél a fejlesztések, korszerűsítések, például az óvodáknál, ahol van bölcsőde, ott is, az általános iskolák korszerűsítése, fejlesztése, tornatermek fejlesztése, aztán megújultak a községekben, a legtöbb községben a háziorvosi rendelők, gyermekorvosi rendelők, rendbetették sok helyen a hivatali, nem is intézményt, a községházát, a hivatali épületét. Több községben egyébként még az átadások zajlanak, éppen még a napokban is lesznek ilyenek. Sikerült a falusi művelődési házakat vagy kultúrházakat is sok esetben felújítani. Tehát számosan jele volt az elmúlt éveknek, ami azt mutatja, hogy előrelépés volt. Járdaépítések zajlottak, az utaknak egy jelentős részét is sikerült felújítani, úgyhogy én örülök annak, hogy közösen tudtunk gondolkozni, közösen is tudtuk meghatározni a célokat, és egyébként nagyon jó kapcsolatot tudtunk kiépíteni, kialakítani egymással, és amire még jó egy kistérségi társulás az az, hogy
hogyha megjelent egy-egy pályázat, akkor a valós igényeket is próbáltuk felmérni annak érdekében, hogy ugyanarra a célra nem mind a 15 pályázon, mert biztos, hogy a döntéshozó ilyen esetben sok pályázatot el kell, hogy utasítson. Most zajlanak a Magyar Falu programjai, illetve pályázatai. Itt is próbálunk úgy pályázni, úgy célokat megfogalmazni, hogy minél több pályázat tudjon sikeres lenni, és minden település valamelyik célra be tudjon pályázni. Ez egyébként viszonylag nehéz munka, meg sok településtől, meg vezetőtől lemondást is igényel, de próbáljuk az érdekeket úgy alakítani, hogy azért minden település tudjon pozitív dolgokat felmutatni. Fejlesztési terület azt gondolom még lenne bőven, most viszont választás lesz. Hogy lesz tovább a térség vagy a társulás jövője, hiszen ugye most már nem indul, illetve hát máshol indul. Jelen esetben Dombóváron, tehát mi lesz a térséggel így? Hát én, amit az egyszerű megközelítést nézem, a Dombóváron polgármester leszek, akkor 16 település lesz tagja a kaposmenti társulásnak, de azt mondom, hogy ez ennél sokkal nagyobb kihívás. Az elmúlt 21 éves tapasztalatomat szeretném Dombóváron kamatoztatni, szeretném meggyőzni az embereket arról, hogy igenis tovább lehet lépni, ezt az állapotot nem kell elfogadni, Csipke Rózsika álomba fel kell ébredni, vége van a 9 évnek. Én olyan város polgármesterre szeretnék lenni, ahol öröm élni, boldogak az emberek, és érvényesednek azok az emberek, akik ott élnek, és szeretnek kimenni az utcára. Ez nem csak azért, mert szép rendezett a környezet, hanem a közbiztonság is rendben van. Szeretnék Dombóváron munkahelyeket teremteni, hiszen az elmúlt 15 évben Isten igazából távoztak onnan a vállalkozók. Nyilván ez abból is adódik, hogy ez a környezet kezdett egyre mostanább lenni számukra. És nyilván látom azokat a hiányokat, amelyek ma Dombóváron mutatkoznak, és hasonló más léptékű településen ezek nem. Tehát azt gondolom, hogy ami is egy elmaradott kistérség, legelmaradottabb járás központjában próbálkozok valamit alkotni, és nyilván erre biztattam az elmúlt időszakban a dombováriakat, hogy bízzunk egymásba és bízzanak bennem. Milyen lehetőségei vannak Dombóvárnak, vagy a kistérségnek kiegészülve Dombóvárral? Hát én úgy gondolom, hogy az sem, eddig sem volt az szerencsés, hogy egy kistérség úgy működött, hogy a középen lévő város nem volt a kistérségnek a tagja, és egyébként itt nem politikai szembenállás miatt alakították meg ezek a polgármesterek, illetve a települések így ezt a kistérséget, hanem azért, mert emberileg gyakorlatilag nem tudtak összeférni, illetve nem tudtak együtt dolgozni Dombóvár város polgármesterével. De hosszú távon úgy gondoljuk, és ezt majdnem mindenki így gondolja, hogy ez nem szerencsés, hogyha továbbra is így van, és jó lenne, hogy a kistérség, a város, aki tudna egészülni, és közösen tudnák egymás érdekeit képviselni, illetve közösen tudnák a fejlesztési irányokat meghatározni és megvalósítani. Remélem, hogy a dombováriak is egyre inkább látják azt, hogy a városok egy külön irányt jár, ami szerintem nem szerencsés, mert ez a különbözőség bizonyos szempontból gátat vet a város fejlődésének. Én nagyon szeretném azt, hogy mind a kis térségen belül, mind a megyén belül, majdnem országosan is mondhatnánk ezt, ez a szembenállás, ami a dombovári önkormányzatot és a többieket jellemzi, ez megszűnne, és itt is megindulhatna egy olyan töretlen és gyors fejlődés, ami egyébként az ország többi részét jellemzi. Mennyire van lemaradva egyébként Dombóvár? Ezt most csak azért kérdezem, hogyha kiegészülne és így lenne együtt ez a 16 település, nem lehet, hogy annyit kéne mondjuk Dombóvára költeni, hogy a többieknek kevesebb jutna? Én azt gondolom, szedjük kétfele ezt a dolgot. Ugye alapvetően vannak olyan társadalmi szerepvállalások, amit egy önkormányzatnak meg kell teremteni, és nyilván ehhez kapcsolódóan a járási szerepet be kell tölteni. Két-három dolgot tudnék ebből kiemelni. Van egy omladozó mentőállomás Dombóváron, van egy omladozó uszoda, és van egy szinte ma már használatlan járóbeteg ellátó orvosi rendelő.
Ez nyilván Dombóvár felelőssége, de a járás minden lakosának érdekes, minden településnek, hogy ez működjön. Nyilván nagyon nagy kihívás ez az is, hogy néhány évvel ezelőtt még létezett egy Dombóvári ipari park, ez az ipari park eltűnt, van egy kaposztercsi ipari park. Nem jó megközelítés az, hogy Unarasi út felé építsünk egy új ipari parkot, minek, hiszen egy csomó telek még ott van a másik oldalon. A másik aspektus pedig az, hogy nyilván ha Unaras felé megyünk, és az elmúlt években sikerült Unaras gyógyhelyén minősíteni, akkor teljesen téves megközelítés az ipari parkot abba az irányba elvinni. Tehát én azt gondolom, hogy dolgokat rendbe kell tenni, helyükre kell tenni. 2026 én azt gondolom, hogy nagyon komolyan latba kell vetni, hogy 21-ben milyen irányba induljunk el. Nem tartom reálisnak a kapkodást, teljesen fölösleges. Amíg lefor stratégiánk nincsen, addig nem szabad belekapni semmibe. Tehát tulajdonképpen újra fel kell építeni az egész várost? Nem az egész. Már hogy értem, a város és a városhoz kapcsolódó településeket is, hiszen azt gondolom, tiszta képet kell alkotnunk. Nyilván én azt gondolom, hogy a legegyszerűbb megoldás is, ami azonnal kézenfogható, az önkormányzati tulajdoni gazdasági társaságoknak a felülvizsgálata. Tehát nem feltétlenül vagyok biztos benne, hogy pont ennyire kell lenni, pont ezzel a feladattal, és pont ezzel a munkaköri leírással, amelyre azt gondolják az emberek, hogy ezt kell tenniük. A legtöbb panaszt a városban ezekre hallom, és nyilván én is belelátok ezekbe a dolgokba. Alapvetően azt gondolom, hogy egy Dombóvár lépkitörő telepésnek önálló médiabirodalommal nem kell rendelkeznie, és erre elkölteni 50 millió forintot, hiszen ma az ehhez hasonló városok hetente-kéthetente egy-egy magazin műsorra megjelennek a megyei tévébe, havonta kéthetente kiadnak egy újságot, és amit én végigmondtam, ez az még, hogy én bármit tettem, ez több 10 millió forint megtakarítása a város szempontjából. Tehát azt mondom, hogy apró dolgokkal fogunk kezdeni, mindent fel fogunk tárni, és 2020-ban meghatározok azokat a fő csapásvonalakat, amelyre 24-ig szeretnénk eljutni. Milyen lehetőségek lesznek? Itt látjuk, hogy milyen lehetőségek vannak másutt. Most mondhatnánk azt, hogy az elmúlt néhány év elszalasztott lehetőségeket adott Dombóvárnak is. Én remélem azt, hogy ha az önkormányzat, a városvezetés egy sokkal jobb kapcsolatrendszerrel fog bírni, mint jelenleg, akkor fel tudjuk tárni ezeket a lehetőségeket. Az új uniós ciklus, pénzügyi ciklust is ki tudjuk használni, és tényleg olyan beruházásokat tudunk végrehajtani Dombóváron is, ami az ottani ipart, illetve gazdaságot tudja megerősíteni. Ez a legfontosabb. Először mindig a gazdaságot kell erősíteni, és utána pedig azokat a területeket, ami már a befolyt adókból is fejleszthető, de nem fordítva. Voltak Dombóváron, vagy volt Dombóváron is egy olyan időszak, amikor nagyon sok pályázatot nyertek el, és lehetőségei voltak a városnak, viszont ezek igazából nem hoztak gazdasági fejlődést a városnak, és azóta sem működnek. Pont fordítva kell szerintem a fejlesztéseket elvégezni, mindig a gazdaság legyen az első, és utána ebből következően tudjuk az intézményhálózatunkat és minden egyebet rendbe tenni. A gazdaság fejlesztéséhez viszont talán elengedhetetlen az is, hogy megközelíthető legyen, akár mondjuk autópályán, vagy valami gyorsforgalmi úton, hiszen most viszonylag nehéz, vagy hogyha azt mondom, hogy a megyeközponttól, de talán a többi nagyvárostól is, bár éppen Kaposvár mondjuk közel van Dombóvárhoz, de eljutni mégsem olyan könnyű. Ezen lehet változtatni? Dombóvár egy vasúti csomópont, ez így van már több mint 100 éve. Nyilván a lehetőségek még kiaknázatlanok egy bizonyos szempontból, ezt lehet erősíteni. Ezen kívül pedig oda kell figyelni arra, hogy vannak most olyan tendenciák, amelyek azt mutatják, hogy az M9-est délebbre akarják elvinni, és más irányba vinni tovább Kaposvár irányába. Ez Tolna megye többi részének igazából nem számít, viszont Dombóvárnak nagyon is számít az, hogy az M9-es Dombóvártól ne messze haladjon el, hanem Dombóváros határában húzódjon ez a nyomvonal.
hogy az ott élők, ne csak a dombováriak, hanem a környékben élők is minél jobban tudják ezt az autópályát használni, illetve ennek a gazdasági hasznait, vagy hasznát ki tudja használni a város és a környéke. Úgyhogy mi mindenképpen azon leszünk jelenlegi elnök úrral, és remélem polgármester úrral, hogy azért lobbizunk, hogy az M9-es több variáció volt erre, de bármelyiket is használva Dombóvárhoz közel húzódjon majd. Záró kérdés, mi lesz Csikostöttössel, hiszen ugye most ott polgármester. Igen, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az alpolgármester, aki 21 évig együtt dolgozott velem, szeptemberben kezdi meg nyugdíjas évét, és fizikailag és szellemileg is abszolút tud élni a lehetőséggel, amelyre én bíztattam is, és azt mondanom, hogy a településnek mindeddig továbbra is jó gazdája lesz. Akkor elvileg jövőre is, ha minden úgy megy, ahogy önök szeretnék, akkor egy kiegészült és teljes kapusmenti térség jöhet majd létre? Hát röviden azt mondanám, hogy úgy legyen, de bővebben azt mondom, hogy nagyon bízunk benne, és az, hogy bízunk benne, az nem elég, nagyon sokat dolgozunk érte. Minden nap nagyon hosszú, de október 10-ig nagyon rövid az idő, úgyhogy minden percet ki kell használnunk, hogy meggyőzzük az embereket, a dombaváriakat, hogy ezt csak jobban lehet csinálni. Én is jön ezt tudom mondani. Én nem szeretném azt, hogyha az elmúlt 5 év munkája elveszne. Szeretnénk azt, hogyha a város meg tudna újulni, ki tudna egészülni a kistérség, és egy új lendülettel, és jóval gyorsabb fejlődés útjára tudnánk lépni közösen. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltak. Köszönöm szépen. Nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra.